Háborúra készítheti fel az orosz lakosságot a moszkvai kormány. Megfigyelők szerint erre utal, hogy az állami média azt hirdeti, hogy a második világháborúhoz hasonló harcok alakulhatnak ki. Washington közben jelezte, egyelőre nincs napirenden egy újabb Biden-Putyin találkozó. Az amerikai külügyminiszter szerint a feszültségeket úgy lehetne oldani, ha Oroszország visszavonná 100 000 katonáját az ukrán határtól. Szinte minden a háború nyomait viseli magán a kelet-ukrajnai Zajceve településen, nem messze a frontvonaltól. A lakosok jelentős része elmenekült, de sokan nem tudtak hová menni, pedig a harcok csak nem 8 éve tartanak az Oroszország által támogatott szakadárok és az ukrán hadsereg között. Becsapódott egy lövedék a falba, amitől az leomlott. Egy akra nem messze robbant fel, a kerítés tele van repeszekkel. Az ablakot kijavítottuk, de nincs senki, aki falat tudna nekünk építeni, mondta ez a helyi lakos. Ukrajna nagyszabású katonai inváziótól tart. Oroszország ugyanis 100 000 katonát vonultatott fel, nem messze az ukrán határtól. Emellett légvédelmi rendszerek, folyón történő átkelésre alkalmas, illetve aknamentesítő katonai járművek is megjelentek a területen. Az ukrán katonaság sokat fejlődött az elmúlt években, de a világ második legerősebb hadseregével alig ha veheti fel a versenyt. Már régen fel kellett volna bennünket venni az EU-ba és a NATO-ba. Több támogatásra lenne szükségünk az orosz agresszióval szemben, de nem adjuk fel, mondta ez az ukrán katona. Az orosz elnök közben 2 új atommeghajtású tenger alatt járót adott át. Megfigyelők szerint jó ideje folyik az orosz társadalom militarizálása. A fiatalokat ifi hadseregekbe terelik, az állami média pedig ontja a propagandát, mely szerint Oroszországot körülvették az ellenségek, és akár a második világháborúhoz hasonló küzdelem is kialakulhat. Az orosz külügyminisztérium a napokban jogi garanciát követelt Washingtontól arra, hogy a NATO nem veszi fel a soraiba a volt Szovjetunió egykori tagállamait, köztük Ukrajnát. A katonai szövetség szerint azonban Oroszországnak nincs vétójoga a bővítésre. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, az Egyesült Államok nem küldenek katonákat Ukrajna védelmére, ha az orosz hadsereg támadást indítana a kelet-európai ország ellen.